Mi történt veled? Igazából annyi történt, hogy éppen Petőfi Júliáját játszottam, amikor is gyönyörű kosztümben voltunk a színpadon, és éppen térdre vetettem magamat, és nagyon sírtam, hogy jaj, mi lesz veled, drága Petőfi, és hogy a gyönyökkel hímzett kokárdát ugye az Attiládra tűzöm, és hát amikor ebben a nagy hévben én megpróbáltam felállni, akkor ráléptem a szoknyámra, ami nem gumis volt, hanem ugye gombos, tehát lefelé jött, de felfelé már nem. És hát a korhoz nem illően egy tangában villantottam egy szépet, amikor, hát hál' Istennek volt egy nagyon kedves kollégám, akin egy ilyen abroncsos ruha volt, és ő eltakarva engem így kisegített a színpadról. Hát, hogy mondjam, egy ilyen 4,5 évig voltam a tangás lány. Tehát, hogy így kicsit námsütötték a történetet, de mestere vagyok annak, hogy saját magamat kell beégetni, úgyhogy már meg sem lepődöm. Petőfi Sándor gatyába táncol, felesége bugyiba. És valóban, úgyhogy Debrecenben híresedtem egy pár évre. Igen, mindez a főtéren jó volt. Na jó.